azt a küld mindenkinek, elérkezett a 2024-es esztendő, és nyakunkon a Napenergia Plus program, ugye, amit január 15-én fog így debütálni, vagy elindulni. És hát én is szétnéztem már az interneten, te YouTube-on is megszaporodtak különböző videók, ilyen promóciós, stb. különböző cégektől, hogy hogy mint működik ez a dolog. Hát nem igazán találtam én is, megnéztem sokat, de nem igazán találtam olyat, ami így kendőzetlenül, vagy hogy mondjam, így elmondja a dolgokat, úgyhogy aki szeretne belevágni, <coughs> annak szeretnék segíteni, hogy mégis mire lehet számítani, meg hogy mennyire éri meg ez a dolog. Uh, elsőnek is engedjétek meg egy ilyen előszóban, hogy ugye a szaldó eltörléséről beszéljek, ugye, így már aki most lép be, az csak ugye a bruttó elszámolásba kerülhet be, ami ugye azt jelenti, hogy hát nagyon piri pénzért, olyan 5 forintért veszik vissza jelen álláspont szerint a megtermelt energiánkat, ugye a szaldós rendszerben pedig tudtuk halmozni a, a nyáron fel megtermelt energiát, és ugye át tudtuk vinni egy éven belül ugye a téli időszakra, azaz el tudtuk fűteni, Hát most ez a gyakorlatban igazából, hogy miért is volt erre szükség, ez így hosszú távon nem igazán működő képes dolog, tehát igazából ilyen szempontból igazat adok az energiaszolgáltatóknak és a, hát a kormánynak, vagy akik meghozták ezt a döntést, ugye nem folytatható tovább ez a szaldós rendszer, legalábbis így éves viszonylatban ugyanis az tényleg nem buli, vagy hát nekünk legalábbis, akinek volt, annak úgymond szerencséje volt, mert egy korlátlan akkumulátort kapott igazából, mint a hálózat, de a hálózat sem úgy működik, <coughs> hogy tehát akármennyi energiát el tud nyelni, ugyan itt szokták mondani sokan, hogy haj, mert amikor én megtermelem az energiát, ugye nappal, és akkor azt a szomszédban Mancika néni elmosogatja, meg elfőzi, meg villantűz helyezi, meg elhasználja, és akkor, hogy milyen szemét a szolgáltató, mert Tőlem öt, nekem 5 forintot fizet érte, neki meg eladja 70 ér. Ebben van is igazság, de meg nem is, tehát igazából annyit kell tudni, hogy a hálózat nem tud egy végtelen akkumulátorként működni, tehát ez, ez működik addig, amíg nincsenek túl sok napelemes, vagy nincs túl sok napelemes rendszer egy bizonyos hálózati szegmensben, tehát ez legyen egy pár utca, egy ilyen transformátor körzet, de hogyha, hogyha mondjuk mindenkinek a házetején lenne napelem, és akkor mindenki termelne be napközben, de az átlag ember ugye napközben dolgozik, 8-tól 4-ig, vagy 8-tól 5-ig ki meddig, és ugye nincs otthon, ugye nem főz, nem mosogat, stb. Viszonylag minimális egy-két hűtő megy a házba, fagyasztó le, de tehát minimális az energiaigény, de amikor hazamegy mindenki, 4-5 órakor bekapcsolja a különböző gépeket, mosogató, stb. játszik, tévézik, stb és ugye megúrik a fogyasztás, de ekkor már ugye nyáron sincs akkor a termelés, tehát az erőműveknek, illetve végén olyan dolgoknak kell ugye pótolni az energiafelhasználást. felhasználást, tehát ezért nem fenntartható folyamat ez hosszú távon, vagy legalábbis amikor már sok a napelemes rendszer. Persze lehetnek speciális esetek, amikor egy utcában van egy ipari üzem, vagy valami, ami ugye non-stop és akkor napközben el tudja füstölni de hogyha mindenkinek napelem volna a tetején, akkor ugye ez nem, nem egy fenntartható folyamat, tehát ezért is kell ezt valamilyen szinten szabályozni. Tehát ugye a mostani program célja is az, hogy tartsuk házon belül az energiát, tehát igazából azért is ad érte keveset a szolgáltató, hogy ne arra törekedjünk, hogy visszatermeljünk neki és eladjuk, hanem hogy tartsuk házon belül, vagy ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy úgy idézítsük a fogyasztásunkat, például illőzítsük a mosogatógépet, a különböző felhasználási szokásainkat is egy kicsit át kell alakítani hozzá, úgy idézítsük a mosógépet, mosogatógépet, amikor nem vagyunk otthon, akkor mosson ki, stb. Tehát igazából be tudjuk úgy is lőni, hogy még addig azért nem penészedik bele a ruha, sőt a mosogatógép meg kevésbé érzékeny rá, tehát ezek viszonylag nagyobb fogyasztók, amik ugye folyamatosan mennek, vagy esetleg a légkondit is ugye napközben üzemeltessük, amikor ha van a napelemünk, és ugye behűti a házat, és akkor már este igazából nem is nagyon kell légkondiznunk, vagy csak minimálisat, mert kellemesen már át van hűtve a ház. Tehát ez az egyik dolog, ez a legjobb, amikor nem is akkumulátorban tároljuk, meg nem is a hálózatba, hanem egy az egybe elfüstöljük, amikor süt a nap. Ez a legoptimálisabb eset igazából. Korábban ugye nekem már egy éve van napelemes rendszerem itthon akkumulátorral, és ugye az a legjobb annak is, hogyha napközben én is úgy időzítem a fogyasztókat, az ilyen mosogatógép, mosógép, hogy azok napközben üzemeljenek, amikor a legnagyobb napsütés van. Tehát gondolok itt mondjuk 11 órától délután 3-ig, ugye ez a nyári időszakról beszélek. És hát sajnos egy kiábrándító hírt kell mondanom azoknak, akik ugye eddig arra törekedtek, hogy ők napelemmel szeretnének fűteni, ugye, vagy klímával, vagy akármilyen hőszivattyúval, ilyen high-tech e, dolgokkal, e, vagy akár még e, ilyen elektromos, akármilyen fűtő, cekászos tesztekkel is meg tudta az ember ezt csinálni a szaldós rendszerben, ugye, hogy több ezer kilowattot felhalmazott nyáron, és akkor ezt télen elfűtötte. Hát ez sajnos ide-oda a hőszivattyúknak a hatékonysága, meg ilyesmi, de aki ezzel szeretne fűteni, annak már megmondom, hogy e, igazából ez veszett fejszen jelen, legalábbis itt Magyarország éghajlaton, mert azokban az időszakokban, amikor, tehát azokban a téli hónapokban, amikor a leg, legjobban szükség volna ugye a napsütésre és az energiára, akkor nem fog sütni a nap. Hát most ebből az évből is ugye, most ez még szegényebb volt, de, de általában, tehát az, az, az általános anomália, hogy amikor a legnagyobb szükségünk volna az energiára, akkor biztos, hogy nem süt a nap, meg téli időszakban, alacsonyan is jár, rövidek a napok, tehát még hogyha akkumulátorunk is van, nem tudjuk feltölteni az akkumulátort, tehát nekem egy 5 kw órányi napelemen van, vagy 5 kw szűkön, és ugye ezzel se, tehát egy, egy 3,5 kW-os klímát se tud elvinni, ami körülbelül olyan 1000 watt teljesítményt vesz fel, tehát 1 kw -os. Úgyhogy hát ezzel még akkumulátor ide vagy oda, de aki ezzel szeretne fűteni, az felejts el. A szaldós rendszerben ez működött, meg bizonyos mediterrán országokban működhet, ahol télen is nagyobb a napsütéses órák száma, de itt Magyarországon ez felejtős, úgyhogy igazából azt a 3-4 hónapot, vagy ezt a 3 e, húzós téli hónapot, azt valamilyen más forrásból kell megoldanunk. E, persze a hőszivattyú így is a leghatékonyabb megoldás, de korábban már csináltam elő egy videót, hogy kinek mivel éri meg a legjobban fűteni. E, ha akit érdekel, majd ide berakom és akkor nézze meg. De ez is ugye nagyon képlékeny háztartásonként, meg házadottságaitól is függően változó, meg ugye kinek milyen rendelkezésére. Na, de ennyit az előszóval, meg itt a szaldó bevezetéséről, és akkor most kanyarodjunk el oda, hogy ugye mit is ígér nekünk ez a Napenergia Plus program. Ugye eléggé be vagyunk szűkítve, hogy milyen berendezéseket tudunk használni, és hát az ára is, ugye, ahogy szokták mondani, a kereslet-kínálat. Én egy kicsit ilyen túlározottnak tartom most ezt a dolgot, meg ugye a saját példámat is elmesélve, amikor én 2022 nyarán építettem meg magamnak ott itthon ezt a 5 kilovattos off-grid rendszert, és abban az időben ugye még pörgött az előző napelemes pályázat, és hát csak a napelem panelek árából kiindulva egy darab 460 wattos vagy 450-60 wattos napelem panel ára, abban az időben, mikor meg akartam venni, még egy 80 ezer forintról indult, és mikor már állítottam oda, hogy megvegyem, akkor 90 pár ezer forintnál tartott az ára, és végül így ö, okosba kézaló valakinek kimaradt, egy 80 ezer sikerült vennem. De most, most még vettem hozzá kettő darab panelt, ugyanolyat, full hivatalos forrásból, most mindegy cégnevet nem mondok, A-fával, B-fával, minden együtt, ugyanezt a panelt 46 ezer forintért, vagy 46.500 pár forintért sikerült megvennem darabját, full hivatalos forrásból, tehát nem szürke import, meg ilyesmi. Úgyhogy itt is látszik, hogy a kereslet kínálat ugye felveri az árakat, tehát durván duplája volt, amikor még pörgött a napelemes pályázat, és ugye tavaly nyáron már megálltak ezek a kifizetések, és akkor mindenkire rámaradt a készlet, és szabadult volna tőle. Úgyhogy hát itt is egy kicsit ebben az új pályázatban is azt érzem, itt a, a belőtt összegeknél, hogy ugye mi a támogatási összeg, hogy egy kicsit úgy a, Úgyhogy hát mindenki jól járjon, de, de szerintem nem legfőképpen a felhasználók járnak ezzel a legjobban. Hát, hogy most kirek a zsebébe landol a pénz, azt mindenki döntse el magának, de hát igen, igen, az egyrészt a kivitelezőknél is, meg ugye mindenféle, mindenki leveszi belőle a kis sápját, Na, de nézzük is, hogy akkor mit ígérnek, és milyen, milyen rendszereket tudunk ebből összehozni. Na, elsőnek is nézzük azt, hogy milyen invertert enged meg a pályázat hát eléggé be vagyunk szűkítve, hogy milyen invertert használhatunk, ugye a pályázat szerint minimum 4 és maximum 5 kW teljesítményű invertert használhatunk, és hogyha ugye szigorúan veszük a számokat, már pedig miért ne, ugye elolvastam én is a kormányzati portálon fenn van a pályázati kiírás, és egyértelműen le van írva, tehát a legtöbb inverter 5,5 vagy 5,2 vagy 5,6 kW teljesítményű, nem, itt egy az egyben meg van mondva, hogy 4 és maximum 5, tehát egy tal se lehet több, vagy egy 100 wattal se lehet több. Hát, hogy ugyanez igaz az akkumulátorokra is, ugye itt minimum 7 és puskázok itt közben 7 és fél, és maximum 10 kWh kapacitású akkumulátorra megengedett és itt is eléggé be vagyunk szűkítve, ugye az 5 kw -ok nem jöhetnek szóba, ott is általában 5,12 a legtöbb, vagy 5-nél egy kicsit több, de ugye itt nyilván az 5 az kevés, viszont a következő lépcső meg általában 10-nél több egy picit, tehát ilyen 10,24, meg ilyenek vannak, van persze, ami pont 10, vagy 10 alatti, hát hogy ez is miért pont így lett meghatározva a pályázat kiírói szerint, azt mindenki döntse el magának, véleményén szerint próbálták itt eléggé hogy mondjam, irányítani a bizonyos márkák felé, a bizonyos gyártók felé a dolgot. Már nem mint, hogy olyan nagy jelentősége volna ennek a pár tized kilovatnak, ugye ilyen szempontból, de hát mégis ugye bizonyos gyártók felé kényszerülünk, vagy egy csomó gyártót úgymond kizártak ezzel a, a pont tízes határral, és ugye hát a hét és fél az meg az alsó küszöb, tehát az ötösök meg megint az 5, 5 kW környékiek meg megint felejtősek, mert minimum tizet kell ugye lét, vagy minimum 7 és felett kell ugye, vásárolnunk. A napelem panelek teljesítménye, az inverter teljesítményének, ami ugye 4 és 5 kW közé esik, maximum 120%-a lehet, tehát ami azt jelenti, hogy ha a maximális, tehát egy 5 kW-os invertert választunk, akkor maximum 6 kW-nyi napelemet tehetünk rá. ezzel még olyan nagy probléma nincs is, a legtöbb inverter igazából ez, ez ami ilyen 5 kW környékén van, ennyit tud lekezelni, ami nekem is van, vagy ami korábban belettek itt mutatva a csatornán, ezek is ezt tudják, tehát ezzel még olyan nagy kivetni való nincs. És akkor most jöjjenek az anyagi dolgok, ugye? A pályázat maximum 5 millió forint visszanemtérítő támogatást ígér, és a full ö, költségnek, ugye a 66%-át fizeti ki nekünk az állam, vagyis a, tehát a pályázatra. Ö, hát most a finanszírozás, hogy előleges, utólagos, ugye vannak itt is bizonyos opciók, ebben most nem mennék bele, hogy mikor kell fizetni, meg hogy, hogy kell megérni a pályázatot. Ö, ö, ezt inkább oda bízzuk a pályázatírókra. Itt igazából csak a, a kalkuláció véget, ugye, hogy tehát ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy. 5 millió forintot fizet ki nekünk maximum az állam, akkor a teljes beruházás összege olyan 7,5 millió forint lehet körülbelül, tehát hogy annyit fizetünk ki effektíve, vagy annyit számláz ki ugye a vállalkozó, a kivitelező, aki megcsinálja ezt nekünk, és ebből 5 millió forintot fizet nekünk vissza az állam, a maradék 30 pár százalékot meg ugye nekünk kell, vagy 34 ot ugye nekünk kell ugye kifizetni hát ez most előre vagy utólag, ez teljesen mindegy, általában ugye ezt ott kell lenni a zsebünkbe, és hát vannak még olyan nyalánkságok, amiről nem szól a fáma, hogy tehát az a lényeg, hogy egy ilyen mondjuk 6 kW-os napelemrendszer, ami mondjuk nézzük a maximumot, tehát egy, akkor egy 6 kW-nyi napelemtábla, tehát napellen panelek, egy 5 kw inverterrel, és akkor egy 10 kw energiatárolóval, ugye ez a maximum, amit támogat a pályázat, és ehhez még ugye hát kellenek bizonyos dolgok, például mérőhely korszerűsítés. Ugye sokan nem tudják, hogy ugye a mérőhely korszerűsítés is ugye hát elég borsos összegekkel járhat, illetve akinek esetleg egy fázisa van otthon, annak három fázisúra kell bővíteni a rendszert ugye alanyi jogon jár egy lakásba egy fázis. Én is most nem a napelem kapcsán, itt szerettem volna fázis bővíteni. Itt az egyik ismerősömnél itt kalkuláltunk vele, hogy ugye hogy lehetne megcsinálni, és akkor hát ott is kiderült, hogy egy elektromos főzőlapot szeretett volna, vagy egy éjszakai nappali mérőára, órája 16-16 amperrel egy fázison, és korábban úgy, úgy volt, hogy mérő óránként, ugye azt tudjuk, hogy 32 amper jár alanyi jogon, de hát ez egy pár éve megváltozott, ugyanis nem mérőóránként jár a 32 amper alanyi jogon, hanem felhasználási helyenként. Tehát ha már neked van egy éjszakai mérőórád, vagyis egy vezérelt, vagy pontosabban vezérelt mérőórád, vagy háttarifás, vagy több mint egy milyen órád, akkor ugye összesen egy házra jár 16 amper és ugye itt is a, a HMK rendszernél ugye, vagy ennél a pályázatnál előírás, hogy három fázis 16 ampered legyen, e, tehát hogyha már neked van egy éjszakaid, akkor még mondjuk 16 amperrel van egy éjszakaid, meg egy 16 amperes nappalid egy fázison, akkor a nappalit szeretnéd felbővíteni e, még ugye a 32-re, vagy bocsánat, kétszer 16-ra, akkor ugye amperenként az áramszolgáltatónak még fizetned kell, e, a hiszem 5000, 5000 forint körül nem tudom pontosan, 5000 forintot amperenként tehát a 16 amper az azt hiszem olyan 80 ezer forint, tehát kétszer az már mindjárt 160, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy befér -e a mérőórádba az új óra, meg ugye mérőhely korszerűsítés, új óra doboz, stb. Tehát itt is súlyos százezerekben rúghatnak fel a dolgok, ami ugye, hát amire így nem feltétlen gondol bele az ember így az elején, úgyhogy érdemes ezeket is szem előtt tartani, hogy egy ilyen mérőhely korszerűsítés is szükséges, hogyha, hogyha esetleg régen vagy nyilván, ha újabb az ingatlanunk, akkor ez kevésbé problémás általában, de ugye az régebbi villanyóráknál ugye egyrészt a hely szűke, meg stb. tehát itt ezekkel is érdemes számolni. Aki látta esetleg egy korábbi videóban bemutattam, hogy uh, ugye Hát viszonylag egy ilyen, mondjuk itt nem volt benne munkadíj, mert ugye saját magunknak lett megépítve a rendszer, uh, úgymond ilyen szívességi alapon, tehát uh, ott egy ilyen 1 millió 600 forintból kijött uh, egy ilyen 5 kilowatt 5,5 inverterrel, 5 és inverterrel, egy 15 kilovattórás akkumulátor pakkal. Jó, mondjuk ott az akkumulátor pakk az elég olcsó volt, mert ilyen elektromos autóból bontott akkumulátorral lett megoldva ez a dolog. Nyilván ezekre nincsen garancia, meg stb tehát ezt igazából, ahogy akkor is elmondtam, az átlag felhasználóknak nem igazán javasló, javaslom, csak így kicsit hozzáértőbb emberkéknek, de mindegy nem is erre akarok elkanyarodni, hanem hogy itt a legtöbb része ezekben a pályázatokban is, ugye az akkumulátor, ami a leghúzósabb része, Hát talán még az inverterse olcsó, de az akkumulátor az, az jó a drágább. Ugye ezek az akkumulátorok általában lítium vasfoszfátok és ugye hát még teredelemben annyira nem is nagy súlyúak, ugye vannak ilyen fali kivételek, meg uh, ilyen állítható, ilyen moduláris rendszerben egymásra pakolhatóak, és uh, hát kevésbé tűzveszélyesek, ugye ezek viszonylag jól, uh, tehát nem mondhatni nem tűzveszélyesek, ugye ez a lítium vasfoszfát technológia meg elég sok ciklust kibírnak, ugye ezekre 10 év garanciát kell vállalnia a gyártónak, tehát csak azok vehetnek részt abból a pályázatban, azt hiszem az inverterre meg hármat, de mindegy nem vagyok biztos, nem is ez a lényeg, hanem hogy tehát jóval nyilván ezekre mindegyikre magyarországi import és garancia van de ennek ebből kifolyólag ugye drágábbak is, de mégis, hogy ugye ez a kereslet kínálat, amiről beszéltem korábban, hogy hogy veri fel az árakat, úgyhogy itt gyorsan csináltam egy ilyen kalkulációt, egy ilyen, hát az interneten összeválogattam egy ilyen inverter csomagot, egy 5 kw inverter, hát ez 360 ezer forint, van itt is ezekből is, tehát ilyen 3 ezer forint között van egy ilyen 5-5,5 kW-os inverter. Itt igazából több gyártó jöhet itt is szóba, ilyen 3 ezer forint között <coughs> kapunk ilyen invertereket. Most én egy 360 ezer forintossal számoltam. A tartószerkezetek Ugye hát az attól függ, hogy lapos tetőre, tehát lemez, trapézlemezes tetőre, arra jóval olcsóbb ugye szerelni, kevesebb tartószerkezet kell hozzá. Itt egy ilyen 5 kilovatnyi panelhez olyan 100 ezer forintból is megúzhatjuk, viszont hogyha cserepes, tehát cseréptetőre kell szerelnünk, akkor ez jó a drágább a tartószerkezet, tehát, tehát körülbelül az olyan duplája, olyan 200 ezer forint, nekem is olyan 160-70 ezer forintba állt meg akkor, amikor viszonylag ugye magasak voltak ezek az árak, két évvel ezelőtt, mikor még javába mentek ezek a napelemes pályázatok, akkor a napelem panelek, na hát igen, ez is egy sarkolatos pont, mint említettem, amikor én csináltam a saját rendszeremet, akkor még 80 ezer forintról indulta, vagy 80-90 ezer forint volt a panel ára, aztán most egy évvel később, amikor már nem volt akkor a kereslet, akkor szinte fél áron meg lehetett kapni ezeket hivatalos forrásból. Tehát, hogy most a jelenlegi áron még olyan 50 ezer forinttal számolok, akkor ez egy ilyen 500 ezer forintos tétel, ez a 10 ezer a panel, mondjuk 4,6 kW, de mondjuk még 12-t rá tudunk rakni az inverterre, tehát olyan 5,5 kW-ot, euh, akkor legyen 600 ezer forint szerelési anyagok, kábelek, stb. 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 ilyen dobozok, meg kis megszakítók, stb. ez legyen egy olyan 250 ezer forint, ez akkor az annói videóban összeszámoltam, és akkor hát a munkadíj ugye hogyha hozzá számoljuk, hogy nem vagyunk kompetensek a dologba, és valakivel szeretnénk ezt kiviteleztetni, én annó beszéltem egy kivitelezővel, ő körülbelül egy ilyen 5 kw rendszer, ez idén nyáron volt, olyan 4 500 forintot mondtak egy ilyen, egy ilyen, rendszer telepítésére, tehát maradjunk 500 ezer forintnál, és akkor itt jön a legdrágább része, ami ugye az akkumulátor, ami egy 10 kWh akkumulátor, olyan 1 millió 3-tól 1 millió 5-ig lehet körülbelül kapni, ugye a gyártója válogatja, most számoljunk ugye a 1 millió 5-tel, és hát hogyha így durván ezt összeadjuk, akkor olyan, olyan 3,5 millió forint, így cakon fával áfával, béfával most a jelenlegi piaci helyzetben. Vagy kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyire fog ez megváltozni, amikor ugye elindul a pályázat, és ugye a zárak majd elkezdenek egy kicsit a kereslet miatt ugye felkúszni. De hát itt is jól látszik, hogy mondjuk egy 3,5 millió forintos anyagköltség, vagy hát nevezük ki kivitelezési költség, tehát ebben mondom benne van a kivitelező munkadíja is, illetve az akkumulátor díja, ezt körülbelül, ugye, amit a pályázat támogatna, ugye ilyen, egy ilyen rendszert, amiket hát a szétnézünk most az interneten, akkor olyan, hát ugye mindenki az összes cég szinte úgy lövi be az árakat, hogy, hogy az 5 millió forintos pályázati eh, keretet, amit ugye a felhasználó felvehet, kimerítse, és akkor ugye a teljes rendszer ára olyan 7,5 millió forint lesz. Tehát, hogy látjátok, hogy ez a differencia olyan 4 millió forint, aki, hát ami majd valakinek, meg valakiknek a zsebében landol, de igazából attól, hogy most elindul egy ilyen pályázat, nem hiszem, hogy a, mivel nem itt Magyarországon gyártjuk ezeket a berendezéseket, hanem körülbelül távol, legtöbb távol-keleti -távol gyártó, meg ugye legyen még akár európai is, de nem gondolnám, hogy ez a közel 50%-kal így megrágulnak hirtelen ott a előállítási költségek. Úgyhogy hát ezt most mindenki döntse el maga, hogy megint ezek ho, hova kerülnek ezek a pénzek, vagy hogy miért lesz ilyen drága, de hát nyilván ez a, ez a piaci helyzet, hogy kereslet kínálat, majd kíváncsi leszek, hogy mennyire fog egyébként így belendülni, hogy mennyire harapnak rá az emberek, mert Nyilván ez a korábbi szaldós elszámolásban azért nagyon csábító volt, hogy tíz évre ugye leszerződtünk, és akkor ugye tíz évig használhattuk, mint említettem a hálózatot, egy korlátlan akkumulátorként. Tehát ettől is, hogy otthon tudunk tárolni egy kis energiát, azért ne, ne várjunk csodát. Nyilván abban az esetben ö, hasznos lehet, bár itt is érdemes odafigyelni, hogy vannak olyan, vannak olyan inverterek, amik ugye nem teljesen, ö, tehát attól függetlenül, hogy ugye van akkumulátoros részük, de hogyha áramszünet volt, vagy ha volt otthon napelemünk, a korábbi rendszereknél, de áramszünet volt a hálózatban, akkor nekünk ugyanúgy nem volt áramunk. Ha jól tudom, itt is vannak olyan rendszerek még, vagy lesznek, amik, amik ugyanúgy nem támogatják, ha nincs hálózati feszültség, akkor ugye megáll az egész, de azért off is tudnak működni, tehát hogyha esetleg a hár az állózatban áramszünet van, akkor ugye se, akkor sem maradunk áram nélkül. Úgyhogy hát ez a 10 kW egyébként nem olyan túl sok, 10 óra akkumulátortárolás. Nyilván ez arra jó lehet, amit mondtam, hogy nyári, tehát a téli időszakban fűtésre felejtős, még akár nagyobb akkumulátor mennyiséggel is. Én is úgy voltam vele, hogyha ha ötszörösen túlméretezem mondjuk a a napelem panelek számát, tehát mondjuk 5 kw napelemünk van, és egy 1000 wattos klímát szeretnék, tehát ez ami 3,5 kW teljesítményű klímának hívják, de ugye 1000 wattot vesz fel, tehát 1 kW durván, de ez sem tudja kiszolgálni ilyen téli borús időben, tehát az egy, az egy ötödét se adja le a névleges teljesítményének, akkumulátor ide vagy oda. Úgyhogy még egyszer mondom, ezt a fűtést részt én, én szerintem felejtős, úgyhogy ebben ne nagyon gondolkozzatok. Maximum akkor, hogyha tényleg ilyen brutálisan túlméretezitek a panel, de az iszonyatos tetőfelület kell, illetve hát nem kifizetődő beruházási költségben, hogy annyi akkumulátort felhalmozzunk, hogy mi arról el tudjunk fűtögetni meg igazából nem is fogjuk tudni feltölteni téri időszakban, mert maximum annyira lesz, hogy amit így egy az egybe elhasznál mondjuk a klímánk vagy a hőszivattyunk. Úgyhogy akinek még bruttó elszámolási, vagy bocsánat, akinek szaldós elszámolási rendszere van, és még van x éve hátra, vagy aki esetleg tavaly kötött, és még van 10 éve, az örüljön neki, hogy van. Tényleg egy nagyon jó opció, de hosszú távon, ugye mint a videó elején is elmondtam, hosszú távon sajnos ez nem egy kifizetődő dolog. Úgyhogy hát remélem, hogy elmondtam mindent, és már amit gondoltam, és ugye érthető volt. Mindenki szűrje bele belőle a tanulságot, és döntse el, hogy belevág ebbe az egészbe, vagy megéri -e neki ezt megcsinálni, vagy esetleg ugye a pályázattal rengeteg nyüggel jár, meg több szabványnak kell ugye megfelelni, mint említettem itt a mérőhely, korszerűsítés, stb. Ugye továbbra is rendelkezésnek állnak olyan módok, amikor nem kell a hálózat Nak meg, tehát nem engedélyköteles, ugye egy teljesen off rendszert alakítunk ki. Ezek jóval olcsóbbak véleményem szerint, tehát sokkal baráti báron ki tudjuk hozni, hogyha nem kell különböző szabványoknak, meg ilyen engedélyeknek megfelelnünk, ugye, mint ahogy mondtam itt a vérőhelysz korszerűsítés, stb úgyhogy és ettől függetlenül ezek a rendszerek ugyanúgy biztonságosan használhatók, és hogyha magyarországi gyártótól vagy magyarországi forgalmatótól veszük meg a berendezéseket, akkor szintén ugyanúgy garancia meg minden tartozik hozzá. Úgyhogy hát mindenki ennek tudatában licitáljon, itt január 15-e után. Persze ettől függetlenül lehet, hogy valakinek megéri, lehet, hogy valakinek nem. Ezt szerintem mindenki nézen szét, még nem csak az e-videó alapján kell dönteni, de de nagyon sok ilyen mézes-mázas meg kivitelező által feltett videó van itt az interneten, ami, ami hát e, igazából hasznos információkat kevésbé tartom, az legalábbis én, hogyha egy laikus fejjel néztem volna meg, akkor nem feltétlenül lettem volna vele előrébb, úgyhogy ebbe próbáltam itt segíteni nektek egy kicsit, remélem, hogy sikerült. Hogyha hasznosak találtátok a videót, akkor nyomjatok rá egy like-ot, hogyha van valami kérdésetek, igyekszek majd rá válaszolni, tegyétek fel a kommentekben. Minden jót nektek! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek! Sziasztok!